Tolna megye 2-es számú országos egyéni választókerületben is az országos átlag szerint alakult. 58.630 választópolgárból 39.625 élt a választás jogával. Az országgyűlési képviselők választása szavazólapján 5 jelölt közül lehetett tehát választani, és a legtöbb 24.362 darab szavazatot, az összes leadott érvényes szavazat 62,44%-át Potápi Árpád János, a Fidesz-KDNP jelölte kapta. Buda Molnár Veronika, a Dombóvári Választási Bizottság elnöke ismertette az eredményt, és adta át a képviselői megbízólevelet Potápi Árpád Jánosnak, aki beszédében azt mondta, kiemelkedően fontos, hogy az önkormányzatok vezetői és az országgyűlési képviselő között megfelelő bizalmi viszony és munkakapcsolat alakuljon ki. Az elmúlt választások, a 2022. április 3. országgyűlési választás egyértelműen azt bizonyította, hogy a magyar nemzet Magyarországon, a Kárpát-medencében és mindenhol, ahol magyarok élnek, a folytatásra szavazott. Az én választókerületem minden településén egyértelműen érezhető az, hogy ez a kormány a nemzetkormánya, ez a kormány a vidék kormánya, a vidék megerősítésén dolgozik. Nem volt olyan településem az elmúlt időszakban, ahol ne történtek volna meg fejlesztések, felújítások, átadások, és közösen örülhettünk ennek az elvégzett munkának, ezeknek a sikereknek. A kampányom is abból a szempontból más volt, mint az eddigiekben, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati vezetők, polgármesterek nagyon-nagyon mellé álltak annak, hogy a folytatást tudjuk képviselni, és együtt tudjunk továbbra is dolgozni, mert ők is érezték azt, hogy gyakorlatilag egy óriásit haladtunk előre, léptünk előre az elmúlt időszakban, és nekik ez a legfontosabb. A munkám javarészét eddig is a térségem képviselete jelentette az, hogy ez a választókerület, az itt élő emberek érezzék azt, hogy ez a térség fejlődik, és szeretném azt elérni, hogy azok az emberek is bízzanak bennem, akik esetleg is nem mentek el szavazni, illetve nem rám szavaztak. Számomra ők is nagyon-nagyon fontosak. Filóni Ferenc Ibolya Banyát polgármestere azt mondta, közös sikernek tekinti a választás eredményét. Szívből örülök annak, hogy Árpád újra megnyerte a választásokat. Ez már a 7. alkalom, hiszen nem olyan rég, az elmúlt percekben a 7. mandátumát vehette át, és én emlékszem még a kezdetekre, amikor 98-ban először indult országgyűlési képviselőnök, akkor én voltam a kampányfőnöke, de az elmúlt 7 kampányában valamennyiben részt vettem, és ez így van jól, szívből tettem és örömmel. Örülök a közös sikernek, én ezt annak tekintem, hiszen ha mindenki teszi a maga területén a dolgát, akkor lehet sikert elérni. Meg akkor, hogyha van bizalom a másik ember iránt, és ugye ez a mi kapcsolatunkban nem megkérdőjelezhető, hiszen nem 97-ben láttuk először egymást, hanem gyerekkorunk óta együtt nőttünk föl. Úgyhogy az az emberi szoros kapcsolat, ami van közöttünk, és az önkormányzatiságban, az országgyűlési választások kapcsán, és egyáltalán a közéletben való közös több évtizedes munka, az meghozta a gyümölcsét. Fontos ez a városnak is, hiszen csak úgy lehet eredményeket elérni, hogyha együtt tudunk és közösen dolgozni. Olyan célokat tudunk megvalósítani közösen, ami valamennyiünk érdekét szolgálja. Én ennek nagyon örömmel vettem részt ebbe a munkába most is, és amennyire erőmből telik, igyekszem a jövőben is ugyanezt a munkát folytatni és támogatni őt. A választókerület minden településen sikerült az elmúlt ciklusban valamilyen fejlesztést végrehajtani, mondta Potápi Árpád János. És reményei szerint ez a tendencia folytatódik majd az előttünk álló években is.